mert nekem az a felfogásom egy cenzúratő. Mi már beszélgetünk közben, Haraszti Miklós újságíró, író, az EBSZ egykori sajtószabadság referense, a Belarusz megfigyelő, EBSZ megfigyelő, igen, az ott, igen. Illetve, hát továbbra is azért valahogy a sajtó, mindig a sajtó, pedig az és elég régóta is előtte ugye szamizdat, ami szintén sajtó volt. Felajánlott egyszer, most nemrégiben nekem egy éve a Demszki, hogy a nyomdagép, az a klasszikus, nagy, több tonnás nyomdagépet, hogy eladná, csak hát egyszerűen a szállításban nem tudtuk megegyezni, pedig jól jönne néha, úgy érzem, hogy esetleg egy ilyen kis stencilezést elindítani. Elavult technika mindig jól jön. Igen, az olyan, mint a régi telefon, ugye azt a legnehezebb lehallgatni. De most rohadtul nem vicces a dolog, mert hogy egyrészt annyira végtelenül, cinikusan és tényleg ilyen gátlástalanul és porz. Szóval ez a hozzáállása a kormánynak, konkrétan Orbán Viktornak a sajtószabadsághoz, a számomra tényleg felháborító, azért már bőrömön érzem, hogy ő azt kitalálta, nem kitalálta, hanem ugye koppintotta, hogy elég az csak, hogy nem éri meg független újságírónak lenni. Mert a független újságíró az folyamatosan így a létperemén mozog, nem csinálják hirdetések a lapokban, a rádiókban, nincs semmi, és így hát idővel rájön az újságíró, ez nem hülye. Hát, hogy a francba fogok én itt izélni. Bruttó 200 000-ért hülyét csinálni magamból, miközben még bántanak is engem, meg kirakják a családomat az újságra. A címem, akkor elmegyek lángos sütni, azt kész. És ez a módszer működik. Igen, hát sajtószabadság ugye csak ott van, ahol szabad újságírók vannak, szabad újságírók csak ott vannak, ahol szabad főszerkesztők vannak, azok meg csak ott vannak, ahol szabad médiatulajdonosok vannak, és ugye végére értünk a sornak. Igen. És az egyik ága ez, ugye a tulajdonlás, a másik a jog, az... És amikor mind a kettő egyetlen személy kezébe van, tehát a jognak az ő megalkotása, és a tulajdonosnak az ő megalkotása, akkor kezd baj lenni. És akkor lassan kezd leesni a tantusz az újságírónak, hogy meg a pártoknak, meg a nem tudom kiknek, hogy visszaélnek azzal, hogy elhitték, hogy demokrácia van. Ez egy részről igaz, de másik részről rájuk volt bízva, hogy alapozzák meg, hogy ez egy... De nem tudták, hogy a szabadságot parlamentáris úton is el lehet veszíteni. Azt hitték, hogy a kölcsei örök átka, ugye, hogy hogy külföldről jön a veszedelem, és azt nem tudták, hogy belföldről jön a veszedelem. De hát, hogy na jó, szóval azért álljunk már meg azért. Na jó, nem fogom mentegetni. De volt erről azért szakirodalom. Tehát azt gondolom, hogy tényleg igen, a Kunce Gáborra beszélgetünk erről elég sokat, mivel együtt dolgozunk ugye a heti hetesben, és ott azért tényleg én folyamatosan. És ő is azt mondta, hogy erre nem lehet számítani. De hát azért, hogy is mondjam, Orbán személyisége azért már korábban eléggé nyilvánvalóvá vált. A magyar demokráciának ez a kicsit ilyen, hát nem túl beton. De az volt a koncepció, hogy a demokrácia az a mechanizmus, amelyik kezelni tudja ezeket a furcsa, erős, hatalomvágyó személyiségeket. Úgy hívják, hogy hatalommegosztás, úgy hívják, hogy kisebbségi jogok, úgy hívják, hogy parlamenti jogok, úgy hívják, hogy sajtószabadság, véleményszabadság, ugye a legfontosabb, egyszemélyes kisebbségi jog, és így tovább. És hát gondolták, hogy ez kipörgi, amit választás hozott, majd választás elviszi. Ugye így működnek a demokráciák, és belenyugodtunk abba, hogy tökéletes demokrácia nincs. Azt azért én egy pillanatra nem hittem, ugye annak idején sem. Azt gondoltam, hogy egy forgó színpad gyarló szereplőkkel meg fogja tenni. Na de ezt egy személyiségnek betudni, ugye, az kevés, kellett hozzá, tényleg igazad van ez a naivitás. Például Horthy Gyula nem volt naív igazából, azt kell, hogy mondjam. Tehát ő tényleg, ő azért még azért a Kuncit is megvezetgette annak idején. Hát igen, de például éppen ez, hogy ugye a mai, vagy bármelyik fideszes kétharmadnál többje volt a Szoclib koalíciónak, és egyetlen egy esetben az önkormányzat törvény esetében élt az ellenzék akarata ellenére is ez a koalíció ezzel a nagy alkotmányozó többséggel, és éppen a Kunce akkor kijelentette, soha többé az ellenzék beleegyezése nélkül a kétharmadot, ez a koalíció, amíg mi benne vagyunk, mondtuk,
Én már akkor nem voltam benne. Igen. De azért még mi volt a fogalma? Igen, még, igen, még mi jó, volt? Azt a... még én is úgy fogalmaztam annak idején. Addig nem fogja működtetni ezt a kétharmadot, és ez így is volt, és azt gondoltuk, hogy voilà, működik a demokrácia, működik a tisztesség, működik a politikai erkölcs, működik az önkorlátozás. Ugye, mert ha megfogalmazzuk annak a személyiségnek a lényegét, az önkorlátozás teljes hiánya, ha bár jogiaskodva. Nyilván. Igen. Tehát jogi álcákkal az önkorlátozás teljes hiánya. Azért jó, hogy ott van belete kövér, aki viszont a direkt pacekba kimondja ezt, hogy nem elég legyőzni. Nem, hát azt a szárnyat is meg kell tartani a többségbe, amelyik például tegnap tüntetett a pedofil törvény ellen, és kimondta ennek a törvénynek az igazságot, hogy tulajdonképpen milyen lazaság az, hogy a Pride-ot engedik menni, hiszen a törvény szerint nem lenne szabad engedni. Bizonyám. Ugye, ha megengedett szakmáznék egy kicsit, a pedofil törvény valójában cenzúra törvény. Igen. És ezt neheztelek egy kicsit, mert ugyan teljesen igaz mindaz, amit az iskolai szabadság és paradox módon a szülői szabadság ügyében a személyre hánynak a törvénynek, nevezetesen a szülői szabadságot is korlátozza valójában, miközben egyébként a szülőszó nem is szerepel a törvényben, jelentem, elolvastam a törvényt, és hát az indokolást elhoztam magammal, mert azt ember meg nem tudná jegyezni, és az van benne rögtön az elején, hogy a média és a reklám. És a kétharmadosságát azzal magyarázza meg, hogy az alaptörvénynek a média ügyekre vonatkozó kétharmadosságát kell itt alkalmazni. És erre nem szoktak felfigyelni az emberek, hogy valójában ugye a rádióban, a nyomtatott sajtóban és online ez teljes tilalmát kellene, ha szó szerint vennék, ha mernék ezt alkalmazni, és nem csak forgatott bunkónak használnák, akkor betiltana bármit, ami megjelenítés, és ami népszerűsítés. Egyébként gondoltam, hogyha én veled hoz össze a jósors, akinél nagyobb biológus, filológus, szerintem... Állatbarát vagyok. Hogy melyik általánosabb fogalom a megjelenítés, vagy pedig a népszerűsítés, és hogy a kettő együtt nem egyszerűen megjelenés. Én azt gondolom, hogy nem, a megjelenítés az egy tágabb fogalom mindenképpen, hisz a megjelenítés akkor lehet semleges, vagy negatív akkor is. Akkor miért van szükség a népszerűsítésre? Hát azért egészen szerint, én láttam most, egy teljesen egyértelmű helyzet volt. Magyar szurkolók a tribünön, és azt üvöltik, hogy Cristiano Ronaldo homoszexuál. Uh-huh. Hát egy gyermeknek mi lehet ennél vonzóbb, hogy ez a csodálatos focista meleg, hát ha ettől nem változik meleg és semmitől. Tehát azt gondolom, itt az első alkalom, hogy le kéne csapni a törvényszigorával. Hát egyáltalán a melegek szidalmazása szerintem megjelenítés. De itt nem is szidalmazás volt, egyszerűen csak ez az állítás, hogy a Cristiano Ronaldo meleg. De már meleg. Szubjektíve is megjelenítés. Tehát, meg, de azt nem tiltja, vagy azt tiltja a törvény? Hát minden tilt. A megjelenítést? Tehát most éppen te mondád most, hogy az még általánosabb, mint a népszerűség. Azt kétségtelen, így van. Tehát egyszerűen... Na de megjelenik-e a homoszexualitás Csajkovszki művészetében? Ez a kérdés. Hát az arra vonatkozik, hogy nem arra akarják használni, amiről szól a törvény. Nyilván. Mert a törvény szó szerint véve itten ennek a fasizoid társaságnak van igaza, hogy szó szerint véve be van tiltva Magyarországon. De ott tartottam, bocsánat, tehát a rádióban, nyomtatott sajtóban és az online mi maradt ki? A tévé. A tévére vonatkozik az, hogy 18-as korhatár, benyomják a karikát, és akkor csak este lehet melegezni. Ezzel szemben minden más médiumban az egyes pontja ennek a módosító törvénynek vonatkozik rá, amely egyszerűen azt mondja, tilos megjeleníteni, népszerűsíteni olyan tartalmat, médiafogalom tartalmat, csak a médiatörvény használja a tartalom cím szót, amelyet 18 évesek, 18 éven aluliak számára ez elérhető, vagy hozzáférhető. Tehát elvileg ugye nem néz a 18 év alatti éjjel-tévét, nem néz, jó, az törvénytisztelő. Nem, törvénytisztelő. Egyébként ott kezdi, hogy nem néz tévét a 18 év alatti, néz, így van. Ezzel néz. Szemben online, ezzel szemben, hogyha
kezébe kerül egy képes magazin, talán egy színházi műsorfüzet, vagy valami, vagy bármi, ugye? Tehát gyakorlatilag betiltja. Ott tartunk a 20-as éveiben ennek a századnak, hogy Magyarországon be van tiltva a homoszexualitás, általánosítsuk a két fogalmat, megjelenítés és népszerűsítés, megjelenése. Ezért szerencsé, most a Margit szigeten előadták a Kabarét kétszer is. Mert az ugye egészen fantasztikusan ebben a... Na most azt te fogod tudni nekem megmondani, hogy az a média önvédelme, hogy inkább csak úgy olvassák, az olvasat is megáll, hogy az iskola világát szorítja meg, meg a szülők világát szorítja meg, ugye ez a törvény az állítása ellentétben, de azt nem hangsúlyozzák, hogy ez alapjába véve egy totális ellenforradalom a média világban. Igen, abszolút. Ez egy totális cenzúratörvény, amelynek egyetlen egy mentsége van, hogy nem azért csinálták, hogy alkalmazzák, hanem csak azért, hogy... Hogy ezért, hogy beugrassák az ellenzéket, felszóljon elnök, és azt lehessen mondani, mint Rétvári Bence mondott, az ellenzék a pedofília pártján áll, és ezt végre kimondta Rétvári Bence, boldog volt, Kocsis Máté megveregette a vállát, azt mondta, ezért csináltuk, öcsém. És megtörtént. De hogy igazából ugye, tehát az alapeset az, amikor a szülő elmegy a könyvesboltba, és megveszi a Meseország című, hát klasszikus, sokszor idézett művet, és hazaviszi a gyermekének, hogy ezzel törvényt sért-e. Igen, nem? Hisz ugye ebben a tartalomban lekendőzetlenül furcsa együttélések vannak bemutatva, ja, ilyenek olyanok. 250 ezer forintot kapott a Lírának egy könyvesboltja, de most döbbenetesen igaz dolgot mondtál. Még ha kitették volna azt a jelzést, hogy nem hagyományos tartalom van benne, igen, mintha nem minden könyvben nem hagyományos. Mintha nem azért írnák a könyveket, hogy ne legyen Lázár minden, könyv ugyanaz. Lázár ugye? Ervin nagyon gyanús, sosem hagyományos tartalom. Minden író azzal ül neki az íróasztalnak, hogy most olyat fogok írni, amilyet még nem írtak. Igen, és néha sikerül. Ugye, és ez a nem hagyományos tartalom. De most tegyük föl, milyen igazat mondtál, ennek a jelzésnek a kitétele mellett is megvételre kerül egy szülő által, igen, az a könyv. És a gyermek. Elviszi a gyermekének. Megsértette a törvényt, amely pedig korlátozta volna az ő jogát. De hát közben azért van, tehát a következő van, tehát engedjék meg, már szeretnénk Brüsszellel ugye közölni, hogy mi szeretnénk nevelni a gyermekeinket erről, és aki alkalmatlan közülünk erre, annak is mi neveljük majd a gyermekét, tehát azt úgy látom ezt, hogy tehát gyakorlatilag Lenint látom a karácsonyfa alatt, ahol rengeteg gyermek köré gyűlik, ezeket sajnos rosszul nevezik a szülei, de Orbán Viktor a helyes útra tereli őket, és összegyűjt őket karácsonykor, és egy hagyományos mesekönyvből olvas föl nekik, ami szerintem egy elég szép, tehát képeslapban ezt nem tudom képzelni, de mondom, hát ugye mind a ketten pontosan tudjuk, hogy mire való ez a törvény, és szó sincs ilyesmiről, hogy... De a hagyományos könyv Magyarországon a szocialista együttélés volt. Hát vagy az, hogy a komondoron átlököm az asszonyt, és akkor hát benyomok neki kettőt könyökkel, hogy az arcsont eltörik, az egy hagyományos együttélés. És utána a kutyára fogom. Azért mondom, hogy ez például beleférne egy mesekönyvbe, mert ez teljesen természetes. Az ugye azt tudjuk, hogy apa férfi, és az infláció meg nő, tehát ezek így összeillenek falun. Ez jó, azt nem, mert ez teljesen korrekt, sajnos a Tardos János tolta egyébként be nekem Facebookon, de elloptam rögtön még az elején, tehát hogy azért mondtam, hogy ott monoszlón, ott mindenki talál ki okosokat, úgyse figyel rá senki, itt meg rádióban vagyunk. De hogy tényleg szól, hogy ugye nagyon nehéz ezt arról beszélni, pedig most egyébként a kormány közeli és a kormányban résztvevő hölgyeknek van ez a fantasztikus sorozata, amikor népszerűsítik ezt a fajta hagyományos együttélési modellt, amikor tényleg megfeledkeznek arról, hogy Magyarországon 200 ezer nő él egy bántalmazó családban, próbál ebből elmenekülni 200 ezer, és egyik sem egy másik nővel ezek közül. És sőt, még az is lehet, hogy olyan is van köztük, de tök mindegy, mert a lényeg az, hogy a hagyományos, azt definiálni kéne borzasztóan. Mert a holtod miglan, a holtod iglan, meg a izé. Nem, ne haragudj, a definiálás is be van tiltva, nem vetted észre. Ja, az nekem kimaradt teljesen. De az már hogy értve, tehát, hogy a... Hát megjelenítés. De hogyha, de Gulyás Gergely, de az legalább a népszerűsítést megmondta volna, hogy mit jelent a népszerűsítés. De hát ezt nem lehet megmondani, mert gumiból van. A törvénynek két fajtája van. Az egyik, hogy gumiból van, a másik, hogy nem demokratikus. Ugye, az teljesen egyértelmű, de az nem demokratikus, és a másik, hogy gumiból van, arról pedig annak az a lényege, hogy alkalmazzuk, ha óhajtjuk. Igen, de
Igen, tehát igen, gondolhatnánk azt, hogy majd úgy is elfelejtik meg, nem alkalmazzák meg, stb. Nyilván ezek több ilyen törvény született már, ezek ott vannak a fiókban, és csak tényleg az alkalomra várnak. Nem, a törvényeknek a nagy többsége ilyen, az előbb, jól mondtad, alkalmi szivatás. De hát, jó, oké, csak ez... Tehát ez... például kétnapos szivatás, tehát pénteken éjjel megkapja a szegény képviselő az általa 1000%-ban támogatott pedofil törvénytervezetet, és akkor teljesen lógásszerűen be van keverve, tehát hogyha keresi a pedofil tartalmat, és lógásba kell haladnia, és az mind arról szól, hogy megjelenés, megjelenítés, és népszerűsítés homoszexualitásnak és transzneműségnek tilos. És akkor a módszeren fölháborodott hétfő estig, és akkor kedden elkezdenek gondolkodni, hogy hogyan, és akkor azt mondják, hogy kivonulunk, akkor jön a régesség előkészített propaganda, hogy a pedofiliát támogatja. Nyilván, igen. És akkor jön Európa. Meg jön a Jobbik, teszem hozzá, igen. Igen, jön a Jobbik, amelyik egyébként én a Jobbikra emiatt, mint néhány liberális, nagyon haragszik rájuk, hogy ezt az antiliberális törvényt megszavazták, de én azt gondolom, hogy azért csinálták, hogy ne menjen el a közönségüknek egy része jobbra, és így benne maradhassanak a rendszerváltó szándékú koalícióban, amely majd ezt a dolgot rendbe teszi, és a kisebbségi védelmet is rendbe teszi. Ez egy olyan szándék, ami természetesen abból is fakad, hogy nincsen még együtt ez a koalíció. Szóval ez is gond, de most nem ez a téma. De érinthetjük egyébként, mert elég sok köze van a sajtószabadsághoz, például elég szórakoztató az a nyilatkozat, hogy is mondjam, azok a párhuzamos nyilatkozatok, a hatházító Csabaféle nyilatkozatok, az például az nekem nagyon-nagyon tetszik. Tehát azért nagyon-nagyon finom, nagyon, és miközben akkora pengék vannak elrejtőben, nagy öröm nézni. De hogy van itt egy furcsa dolog, mert hogy augusztus 3-án mutatja be a Netflix, és ugye mi van a Netflix-el, hisz ugye, hogy veszik ki van egy... A Pray Away-t, az megvan a Pray Away-t? Ez is a törvényt kell olvasni, kérlek. A törvénynek van egy rejtett és szintén két nap alatt beújított paragrafusa, amely a média tanács elnökének azt a feladatot szabja, hogy forduljon a külföldi hatalmakhoz, amennyiben olyat tapasztal, hogy ezt a törvényt megkívánnák külföldi segítséggel, gondolom külföldi média tulajdon, amit látunk a média tulajdon, Netflix, ugye? Például, igen. Flixbus, stb. Szóval ilyen esetekben, ha X-et tapasztalnak, akkor. Igen. És hát az az igazság, hogy ennek is nehéz lesz, mert a Netflix nincs egyedül, hát annyi ilyen van, hogy borzasztó. Szóval az van, csak mondom egy kicsit, hogy befejezem ezt a történetet, mert ez egy elég izgalmas helyzet, tudnék. Az történt, hogy öt meleg ember alapított ezt a vallásos közösséget Exodus néven, ebben is X van, csak jelezném, veszélyes. És a 70-es évek közepénél tartunk, és ők azt állították egész 2010-ig, hogy megfelelő terápiával ők gyógyítani tudják a homoszexualitást. Ezek biblia szakkört alapítottak, és a homoszexuális életmódot próbálták elhagyni ők, mert bűnnek gondolták, ugye. És ugye elkezdett felpörögni ez a dolog. Ez a dokumentumfilm gyakorlatilag erről szól, hogy a nemi orientációt a hit és a vallás segítségével elimádkozni a homoszexualitást, ahol ők ezt a Pray Away kifejezést használták, és ez tök népszerű lett, ugye nyilván megkérdezhető, pszichológusok mindig mondták, és egy pszichiáterek is mondták, ez nem oké, de hogy ez ment ez a történet, és aztán ez egy kicsit az vágott alá ennek az Exodus nagyszerű szervezetnek, hogy a Exodus alapítója és egyik lelkésze elvált a feleségétől, és összekötötték az életüket. Ez egy kicsit alásta az addig végzett 70-es évektől a 2010-ig tartó dolgot, és hát azt mondták, hogy nagy a baj, de hogy ők továbbra is egymáshoz vonzódnak, és ez az egész, amit csináltak, teljesen felesleges volt. Na és ezt képes bemutatni augusztus 3-án a Netflix, hát nem tud, én nem lennék a helyükben.
Nem lehet majd tudni, hogy kit küldenek hozzájuk, igen. Én azt hiszem, hogy Németh Szilárdot. Tehát ő be fog menni, és na mindegy. Haraszti Miklóssal beszélgettünk azokról a dolgokról, amelyek hát a sajtószabadsághoz valamilyen módon köthetők. Hamarosan szóba fog kerülni Orbán Viktor, aki elment egy újságoshoz, és klubrádiót vásárolt magának. Most nem Pessinát küldte valamiért, nem ért rá mindenképpen, úgyhogy folytatjuk majd mindezt a hírek után. Reggeli személy Haraszti Miklós, nem is kell bemutatni, mindannyian ismerik őt. Már változott a gyárban a helyzet a darabbérhez képest, mondom, de igen, tehát persze sokat, ugye már ki elbocsátották azokat a munkásokat, de hogy akkor jól értelmezem ezt egészen pontosan, hogy cenzúra törvény, ezt értem miért mondod, de hogy a tévéken kívül 10 óra után is mindenhol tilos? Nem, mivel a tévékben, a rádiókban és a neten csak úgy lehet 18 év alattiak számára hozzáférhetetlenné tenni, ha nem adják le, mert egyébként ott még az a sovány bicebóca mankó sincs, hogy karikát nyomnak ki, mint a tévébe. Ezért valójában, ha betartanák és betartatnák, akkor a nyomtatottban, az onlineban és a rádiókban is tilos volna megjeleníteni, és népszerűsíteni, vagy bármelyiket megjelenni. Igen. Ugye? És mivel, hogy erre módja nincs ennek a háromfajta médiumnak, ezért maga a homoszexuális esemény megjelenés is tilos, mert különben azonnal megjelenítődik valamelyik ilyen médiumban, amelyikben nincsen karika, 18 éves karika, tehát minden tilos. Tehát betiltották a homoszexualitást. Oké, a Pride akkor most illegális. A Pride a törvény szerint illegális. És a beszámolóról is. Így van, és én a médiumok önvédelmének tekintem, hogy ezt a cenzúra jellegét nem, mintha tartanának attól, hogy ez betartatható volna. Mint attól tartanának, hogy Kocsis Máté emlékszik rá, hogy mit nyújtott be. Így van. Igen. A másik dolog pedig, hogy Európát nem akarják kellemetlen helyzetbe hozni. Ó, Istenem, Európát kell... Nem. Amitől rettegek reggelente, ez, hogy kellemetlen helyzetbe hozom. Hogy egy idegen szó helyett, hogy diszkrimináció, vagy valami, egyszerűen akkor azt kéne mondani Európának, hogy betiltották. Igen, de hát ez olyan rosszul hangzik. Itt Európában az borzasztóan hangzik. De hogy, na jó, szóval csak röviden még az Exodusnak, ezt a szervezetnek a szomorúságát, tehát végül is a legtöbb reklámarc is mindenki coming out-olt, és kiderült, hogy senkit nem gyógyítottak meg, és hogy egy nagyon-nagyon szomorú, borzasztó története van ennek, de az üzenete az annyira felkavaró szerintem, hogy én nem tudom, én most a Netflix helyébe tényleg nem lennék, mert ez alapján egyrészt azt gondolom, hogy tudatos az időzítés ennek, másrészt azt gondolom, hogy hát baj van. Tehát meg fogják szüntetni. Egyébként egyedül a tudatos időzítés segít. Nem biztos, hogy örülnek neki, de azt kell mondani, hogy nagyszerűen járt el az RTL klub, ja. Ami nappal adott le ugye egy klasszikus leszbikus filmet, egyébként rémtörténetet, de az már mindegy. Már olyan értelemben, hogy a társadalom ott sem volt megértő. És így tovább, szóval én szerintem ugye egy-két médium bejelentette, hogy nem fognak eleget tenni, engedetlenséget jelentett be, és szomorúan jelentem, hogy a pártok, a meg nem szavazó pártok sem mondták azt, hogy ez az. Köszönjük, társadalom, erre van szükség, mellettetek állunk, nem hajtjuk végre. Ugye, most független attól, hogy végre, bíznak abba, hogy végrehajthatatlan. Ez kevés. Meg bíznak abba, hogy majd elkasszálják az Európai Bírósággal. Ezekben mind be lehet bízni, de hát ez megint csak minden ilyen dolog, ugye a választásig ér, az egyetlen, addig éljen, nem, addig legyen. Nem, ha sok kéne ismerni, nem győzöm hangsúlyozni a paradox jellegét ennek a törvénynek. Az erről szóló európai vita megjelenítés. És mivel bírálják a törvényt, ezért népszerűsítés. Hát hogyne? Tehát tilos. Így van. De hát mondjuk a betartatása az nehéz. Tévében szabad este nem tudom hány óra után van a 18. 10. Tévében este 10 után beszabadul a számolni, sehol máshol. Igazából gyakorlatilag az a borzasztó helyzet, és megértem a tragédiáját, és megértem az idegállapotát mondjuk Szijjártó Péternek és meg Orbán Viktornak is, mert azért nem olyan jó az idegállapotuk, hogy, sőt, hát ez jelenti, hogy kifejezetten aggasztó, hogy igen, tehát ez, hogy ez az internet nevű dolog van,
ez egyszerűen lehetetlenné teszi azt, hogy pontosan megszűrjék, hogy mi érkezik ide Európába, és mi megy ki. Így van. Ez teljesen az én az előadásaimban egyetemen azt szoktam mondani, hogy három zónája van a világnak. A még ideológikus diktatúrák, mint Irán, vagy Kína, vagy Észak-Korea, ahol megmondják, hogy mi a helyes tartalom, és saját intranet, nemzeti intranetet alakítanak ki, teljesen leszakítják a világhálóról. Van a szabad internet zónája, ez a ny betűs, a nyugat és a többi, és van ez a szürke zóna, ami egy merő törekvés, egy merő izzadság, egy állandó körülhatárolás, egy állandó szivatás, ugye, mert nem illik nekik itt a nyugat peremén betiltani, csatlakozni a másik zónához, és akkor emiatt tényleg nehéz helyzetben van. Tudom, hogy mert ugye van a putyini megoldás, amikor hát megölünk embereket, amikor olyan kedvünk van, meg betiltunk, meg börtönbe zárunk. Nem, a Putyin azt importálta még keletebbről. Az igazi putyini megoldás az megvalósult nálunk 2014 óta, az a média felvásárlás. A média felvásárlás. Jó részben, igen. A self-made oligarchák helyett a kézből etetett, saját magunk által csinált oligarchákkal való lepótlás, mert még az is egy kis valami volt, ugye, hogyha egy simicska van, aki engem megcsinált, és akkor egy ideig kell engednem, hogy legyen neki saját hatalma, de a putyini módszer ellenállhatatlan volt 14-től kezdve. Lehetsz gazdag, de maradjunk telefonkapcsolatban, és kérdezz meg mindent, és ebben az esetben lehetsz családtag, ahogy Magyar Bálint szereti mondani. Igen, itt van ez a jelenet, amikor ez a... egyszer válaszolok a kérdésedre, mondja a keresztapa ugye a feleségének, hogy hát van valami közöd ezekhez? Esküszöm, hogy nincs, és úgy záródik be az ajtó, és sorba csókolják meg a kezét. Ez annyira... gyönyörű pillanat, de posztkommunista mafiállam, ugye ebben a magyar bálintot idéztük. Nagyszerű definíciók születtek erre a rendszerre. Én imádom, mindegyiket szeretem külön. Nehéz leírni, mert ez valóban egy olyan hibrid rezsim, ami tényleg mindenben lesz egy kicsit. Azt hiszik, hogy egy hibrid rezsimet hibrid definíció van. Nem, a fasizmus nekem tök elég. Tehát én azt gondolom, én elégedett vagyok azzal, nekem az mindenre válaszol, és hogy valóban áll is rá azért, megnézzük. Úgyhogy én nem fogom ezt cizellálni, különben fasiszta. Egyébként Bartus Lászlótól kell, ugye sajnos kölcsönben nem a fogalmat, mert ő nagyon korán ez a Európa első fasiszta állama címmel írt egy anyagot, úgyhogy ez sajnálatos módon. De, sajnálatos módon nem az én. De ebben a pillanatban jönnek neked a tudósok, és nagyon definíciókkal helyes. Jönnek ellened, igen, és azt nagyon... mondják, hogy láttál erőszakot? Én erre azt szoktam mondani, és? Tehát a tudósokat könnyű leszerelni, mert nem számítanak arra a direkt PIMASZ ellenállásra, tehát a második idézetnél azt kell mondani Tamás Gáspár Miklósnak, hogy már az elsőt sem értettem. És akkor ez egy picit meghökkenti. De hogy milyen francot akartam mondani, amikor miatt belebonyolódtam ebbe a hülyeségbe, hogy... Nem baj, addig mondhatok egy lábjegyzetet. Jó, fönnyúlva. Szóval ez nagy gond, hogy definíciókkal küzdenek. Én nem tudom, hogy ez mi, melyik izmus, de azt tudom, hogy olyan rendszer, amely azért hoz törvényeket és gazdasági tevékenységet azért folytat, hogy ne lehessen ezt a rendszert megváltoztatni. Tehát én a klasszikus Henry David Thoreau-i, Martin Luther King-i, Gandhi módszernek a híve vagyok. Az engedetlenség az egyetlen, amelyik valóban kizökkenti a sínjéből ezt a rendszert. Meg lehet kezdeni egy jó választási győzelemmel, de ha utána a báva törvénytisztelet jegyében visszajöhetnek, akkor talán mégis az engedetlenség lenne a módszer. Hát érdekes, hogy ez rengeteg megoldást hallottunk erre, tehát ilyen alkotmányjogászoktól, meg ilyen felnőttektől, hogy ezt hogy lehetne megkerülni, kikerülni. De igazából sokan azt mondják, hogy retteg, úristen, nagyon félnek a Fideszben. Én valahogy ezt nem érzem. Tehát, hogy nem hiszem, hogy van okuk rá, tehát azt sejtem, hogy így, tehát a személyes biztonságuk és a szabadságuk nincs veszélyben. Én nem hiszem, hogy félnek, mert ott már a 93 óta totális fegyelem van, hanem készültségben vannak. Nyilván. Mostantól igaz, amit Orbán eddig mondott, hogy harc van. Én szerintem így fogják föl. Nyilván. Bár másik oldalon is így fognak.
Azt de, na jó, ez mondjuk érdekes kérdés, hogy tehát lehet-e így válaszolni, tehát lehet-e érdemben ugyanazokat a fegyvereket használni? Ez nekem mindig kérdéses volt. Tehát akkor a kérdés, amikor 2002-ben elindult ez a legmocskosabb, a létező legmocskosabb második, a két kör közötti borzasztó kampány, és hogy lehet erre válaszolni ugyanilyen eszközökkel, az nekem örök kérdés. Ugyanilyen eszközökkel nem is kell, nem értem, mik az ő eszközeik, a törvényeltérítés és az álpiaci tevékenység, prebendiális, tudományos nével, vagy személyes kinyírások. Szelény nyilván szavával, meg Max Weber szavával, prebendiális, Magyar Bálint szavával, mafiózó, de senki nem akarja ezt a módszert használni, amit kellene használni, az kiszállni annak a rendszernek a kereteiből, melyet azért hoznak létre, és úgy hozzák létre, hogy ne lehessen kiszállni belőle, mindössze ennyi. Jó, de van az a nagyon egyszerű dolog, kössünk össze pontokat egy kockán belül három egyenessel, és mindenki bent akar maradni, és nem tudja megoldani, képtelen kihúzni a vonalat az átló mentén, és akkor megoldod a fed. Ugyanezt érzem az ellenzéknél is, tehát hogy akkor ez a játéktér, akkor itt adogatunk, vagy pocizgatunk. Nem, a jó indulatú értelmezése annak, ami ott folyik, a rutin. Tehát még mindig, ugye 30 éve demokrácia van, végre eljött az a világ, a politikai darwinizmus ideje, ahol mindenki harcol mindenki ellen, ez neked közel álló lesz, mint állatbarátnak. Ugye ez, ne, ez a darwini téma, hogy az a becsületes dolog, és akkor kerek egyik fölül az egyik. Na most az utóbbi 10 évben rájöttek 10 év alatt arra, hogy a politikai darwinizmus a teljes kihaláshoz vezet, tehát úgy összekapták magukat, de a rutin megmaradt, és még mindig a suba alatt a jövendő parlamenti frakciót építik, mind a suba alatt, mind a suba fölött, mert a nyilvános megnyilvánulásaik is, a megjelenés verseny, ugye arról szól, hogy azt hiszik, hogy miközben döbbenetes dolog folyik, azt már dicséretes módon elintézték, hogy ezekre a pártokra már nem is lehet szavazni majd 22-be. Nem lesznek jelen, mint pártok, nem vették észre. És a közvéleménykutatók hetente jelentik, hogy ha most lenne a választás, ezek közül kigyőzne, miközben nem fogunk rájuk szavazni 22-be, mert dicséretes módon összefogtak már. Nagy szerencséje ez az MSZP-nek. Tehát ez hogy mondjam, miközben a létharc már nem lenne szabad, hogy működjön, fordítva van, minden egyes külön megszólalásuk az együttesükből veszel minden héten egy-egy töredék százalék, és most már negatívban is vannak ezzel az, amit most a nagyszerű, egyébként kiváló találmány előválasztás ürügyén folyik az egymásnak a suba alatti csépelése, és az a hiedelem, hogy a választónak számít, hogy ezek közül melyik. És ez nem a választónak számít, nyilván. Hát nyilván a belső párt közvéleménynek meg annak számít, hogyha ne adj Isten, nyere az összefogás, az elosztás, ezt követően már ezek alatt az arányok alá már fog történni, tehát itt most muszáj maximumot hozni, mert akkor nem jár belügyminisztérium, hanem megkapjuk a elveszett vonatok minisztériumán. Nem, én szerintem még ennél is alacsonyabb. A jövendő parlamenti frakciók arányainak az alakítgatása most, amikor kizárólag a koalíciós megjelenést lenne szabad bemutatni. A jóindulatú értelmezés az, hogy a jövendő minisztériumokon csatáznak, hát nem. Vereségre készülnek a jövendő parlamenti frakciók. Ki lesz az első megszólaló az ellenzékben? Hányire piti lenne ez a dolog? Mert azért ez eléggé, hogy is mondjam. A módszer erre elég. Tehát a módszer erre elég, mert minden egyes egymás elleni harccal veszítik el annak a választónak a támogatását, akit ők nem érdekelnek külön-külön, hanem csak együtt. Tehát ide azt szükségeltetne, ugye, hogy olyan államférfiak és államnők legyenek, akik hát saját érdekeiken és a párt érdekeken is felülemelkedve, összmagyarság. Menjünk vissza a jóindulatú értelmezésbe, menjünk vissza a rutint, le kéne vetkőzni. Új módon kellene gondolkodni. De nincs is, a Momentumnak nincs is rutinja, a Párbeszédnek nincs is rutinja, egy csomó szereplőnek semmiféle rutinja nincs. Az LMP-nek hát van valami, de az se rutin. A rutinos pártok végül is tulajdonképpen a DK rutinos pártok, mert az meg megette közben az MSZP-t. Nem néztünk oda, az leharapta a felét. Tehát így átnyúlt, mint egy ilyen tiranoszaurusz. Na jó, van. Recs. Úgy látszik, neked, mint állatbarátnak, úgy látszik, van genetikusan örökölt rutin is. Hát,
Hogy ez, habár a biológiában ez egy megdőlt elmélet. De hogy a szerzett tulajdonságok öröklődnek. Ez egy megdőlt elmélet. Nem baj, de ez mondjuk rutin esetében lehet, hogy működik. Tehát ez a magyarázatom arra, hogy még a rutintalan párt is úgy működik. Jó, de biztos, hogy ez rutin, mert nem, valahogy nem tetszik a kifejezést, vagy bajom van, mert ez nem, igazából nem tűnik rutinnak. Hát a rutinnak tűnik, a rutint le lehet vetközni, a rutin ellen lehet tenni, de ez olyan, mintha valami megírt, de tehát, sors lenne. Jó indulatú értelmezésre vagyunk, ez a demokrácia rutinja. Tehát úgy gondolják, mivel hát tényleg választásra készül, tényleg hibrid dolog, ami történik. Egy olyan rendszerben, amely azt célozza minden idegszálával, hogy a választást ne lehessen megnyerni, egy választás megnyerésére készülünk. Uh-huh. Ez tényleg hibrid történet. És ez jó indulatúan megmagyarázza a rutinból való nehéz kikeveredés hibáját. Most ezt szóltunk, azért ez még megoldható, van idő a választásig. Mostantól. Mi lenne a teendő egyik most, de most komolyan? Tehát mi az, ami kizökkenteni ebből az izéből? Hogy tudnak kiszállni ebből Maul a halten und weiter dienen. Hát ezt akartam mondani, de szó szerint egyébként. Nem beszélek németül, csak az... Igen. Csak a fasizmus ismered, de németül nem. De azt olaszul, szóval, csak olaszul. Igen. Ja, oké, olaszul igazad. Na, szóval hát az az igazság, hogy be kéne fogni, önkorlátozni kéne, és csak közösen megszólalni, akár kevesebbet. Példát lehetne venni, bocsánat, hogy hazabeszélek egy kicsit, annak idején a rendszerváltó kerekasztal történetéről, amelyik az elnökválasztás vitájáig kifele nem kommunikált semmit. Ott az a bizonyos harmadik szavazás, ahol eldőlt, hogy egy 5-4 arányban a Pozsgai támogatása mellett vannak ezek a rendszerváltók. Odáig nem volt semmi vita. Senki nem aratott le semmit, egymás ellen pedig a jövendő szabad parlamentre készült. Nevezzük ezt a rózsadombi paktumnak. A rózsadombi paktumnak? Én szerintem te most ezt félre akartad. Annyira imádom, nem csak az annyira tetsz. A rózsadombi paktum a kedvenc történetem. De jelentem, nem sikerült félrevinni. Jó, mindegy, bocsánat. Abba hagyom a pessimizmust. Bocsánat. Megértettem az üzenetet, abba hagyom. Nem, az üzenet az lett volna, tehát az a borzasztó dolog, hogy tehát, hogy azt oké, tehát egy hangon kéne szólniuk. Így van. De hogy ki az? Hát azt hogy ugyan kell dönteni, hogy kezdek, megszólalhat. Szakértőknek a COVID ügyet kiadni, szakértőknek a Balaton ügyet kiadni, és nekik egyedül azt kéne bemutatni, hogy intézményesednek, ugye, hogy meg tudnak bízni. A koalíciós kormányzás állítólag abból fog majd állandani, mondaná Tamás Gáspár Miklós, hogy megbíznak szakértőket, hogy kiszerveznek funkciókat, és nem mindenben a pártelnökök szólalnak. Akkor viszont szeretném megkérdezni a DK szakértőjét, az MSZP szakértőjét, vagy az LMP szakértőjét. Állapodjanak meg! Erről szóljon a megjelenésük, nem arról, hogy a DK előbb tiltakozott, vagy a valamelyik párt előbb tiltakozott egy tegnapi nyilatkozat ellen, amelyet már tegnap előtt elfelejtettünk. Szóval Orbán Viktor lement egy újságos bódéhoz, igen. És olyan újságokat kértem benne, ők a kormányt és őt gyalázzák. Igen. Ugye erre azt reagáltam, hogy a személyiségfejlődés viszonylag korai szakaszában rekedhetett meg a miniszterelnök, hogy a kritikát ugye gyalázásnak veszi, de ez most mindegy, tekintsünk el ettől. Majd nem fizették az újságokat, de ettől is tekintsünk el, és talált 4-5 újságot, amit gyakorlatilag bizonyítékként felmutatott, hogy mit izélt. De egy szokásos módon szellemes fölvezetésben erre már válaszoltál, hogy klubrádiót vett, nem azt vett. Is vett. És klubrádiót nem vett. Ugye, tehát a rádió, elmondom, mi van a magyar, milyen magyar médiahelyzet, megpróbálom nagyon röviden elmondani. Tényleg a nyomtatott sajtóban, a heti lapok vonalán van néhány független. Napilapban egyetlen, országos napilapban egyetlen egy van. Nincs. Egyetlen egy van. Dehogy van. Sincs, jó? Hát vitakérd. Oké. Országos napilapban egy van, zárójel vitakérdés. Akkor utána a rádiókban, erre nem figyelünk fel, hogy mekkora hatalmas erő. A sugárzó, lineáris rádiókban, amelyek az éterben működnek, egyetlen egy sincs. Ezzel szemben a zenerádiók, amelyet vasalás, vásárlás és autóvezetés közben a magyarok többsége hallgat, a kormány 3 perces hírműsora megy minden órában.
Ezzel szemben a televízió, a komerciális televíziókban egyetlen egy van, amelyik külföldi tulajdonban van, amelyikben lehet ellenzéket és független hírt és esetleg kormánybotrányt is látni. A este a híradóban majdnem korhatárosan, ugye, de azért ott lehet, és kész. Na most ő lemegy, és akkor újságot vesz az egyetlen dolgot, ugye, ami ugyanakkor vidéken például már nincs. Az országos napilap helyett minden megyében a kormány által birtokolt és azonos tartalmú megyei napilapok vannak. Tehát magyarán egy egészen döbbenetes fele világ van Magyarországon. Az online-ban van független, a heti lapokban igen, néhány, a független, néhány független van. De anyagilag nem független, a akkor rádióban nem független. Sem. És elmegy a dolog teritoriálisan is, mert a fele országban semmi, ugye ahol este a munka után hazamennek, ugye, vagy pedig a fáradtan, hát bekapcsolják ugye a televíziók világát, ahol tucatnyi van, bekapcsolják a rádiók világát, ahol tucatnyi van. És nem fognak napilapot olvasni, mert nincs csak a megyei napilap. Egyébként meg, igen, de elolvassák a napilapot, de tök mindegy, át nem is. De nem ez a kérdés, Van két gigantikus blokk, amelyet olcsón kap meg. A Kesma több mint 500 dalolva a kormánypropaganda, és van a közmédia, ami millió csatorna, ami a kormánypropaganda. Én állítom neked, én, aki azért nem szerettem a Kádár-rendszert, hogy legalábbis már a 80-as években az újságírói szabadság nagyobb volt, mint a Kesmán és biztos, a közmédián belül. Ez biztos, ezt tapasztaltam én is, hát ez természetes volt. 80-as évek második felében tulajdonképpen az újságírók elkezdtek dolgozni. Tehát két részből áll a magyar médiavilág, egyből, ahol abszolút semmi szabadság nincs. Tényleg csak fekete és fehér propaganda van, mi jók, ők rosszak, és ezt hallgatja a vidék nagyon nagy része, és ezt hallgatja az, aki ingyenest akar hallgatni, mert ezeknek mindnek online változata is van. És a csak online változatban van néhány szabad médium, és a heti lapok vonalán van néhány szabad médium, és ezen kívül egy kereskedelmi tévé. Tehát itt tökéletesen ketté esett világ, pluralizmus van a független világban, és a 80-as években már meghaladott pluralizmus hiányos. 70-es évek eleje, tehát az inkább a 72-es népszabadság. De hogy nem ez a lényeg, az a lényeg, hogy ezek a heti lapok, a hirdetési piac legnagyobb szereplője az állam, és innentől kezdve nem lehet független egy heti lap, ami tényleg izén van, tehát ilyen lélegeztetőgépen próbál így hörögve fönnmaradni, és a tizedét fizeti annak, amit egy dilettánsnak fizetnek a cseléd sajtóban. Nyilván ez lesz egyik függetlenségnek, csak hát azért a függetlenséghez kell egy anyagi biztonság. Jó, hát nagyon sokan közülük haladnak, remélem a választásig még nem jutnak el mindnyájon, az úgynevezett fizetőfalig. Hogyne. Amely ugyan nagyszerű két vívmányt tartalmaz, egyrészt gazdaságilag, másrészt politikailag, gazdaságilag csak lélegeztetőgépen, ahogy mondod, de megtartja a függetlenségét annak a médiumnak, de a nyilvános teret tovább szabdalja, egyébként a Fidesz terve szerint. Tehát a nyilvános teret a fizetőfal még kisebb buborékokra szabdalja, mert csak aki fizet, az tudja meg, hogy mi az igazság. Miközben fönnmarad, nagyszerű vívmány gazdaságilag, éppen hogy, lélegeztetőgépen, és politikailag nagyszerű vívmány, tényleg független maradhat. Csak éppen kinek? Annak, aki fizet. Na most ez a dolog nem károsztatható, mert harcolnak az életükért ezek a médiumok, csak éppen a szabad, vitaképes nyilvánosságot, a legfontosabb hírek közmegismertetését, a legfontosabb viták közmegismertetését nem szolgálja. Ráadásul mondjuk, és ez nem kell szegénynek lenni, de én például nem tudok előfizetni néhány újságra, mert egyszerűen nem engedhetem meg magamnak. És ez azért ijesztő, mert akkor el tudom képzelni, hogy ott a végeken, ahol egyébként is a Kossuth Rádió szól, hát hányan fizetnek elő a kibővített tartalomra ezeknél, hát senki nyilván, tehát nekik kiestek a tájékoztatásból. Igen, és ez egy nagyon paradox módszer, mert ahol fizetőfal van, ott pont a legértékesebb tartalmakat, mint hogy az hát a legnépszerűbb, rejtik el, és pont azok a legértékesebb tartalmak, amelyeket mindenkinek ismernek. De mindannyian azt gondoljuk, hogy nem innen informálódnak a magyarok, hanem
megérzés alapján. Ketté válik. Ha van rendszerváltó hangulat, lesz rendszerváltás. Igen, ez egy tökéletesen ketté vált világ. És most már a rendszer sajnos a fizetőfal segítségével is úgy működik, hogy legalább azt a fele világot kívánja megtartani. Ez neki elég az általa csinált médiatörvényen, az általa csinált választási törvényen, és itt tovább. Hát ahogy annak idején Farkasházi Tibor mondta, döntsék el, melyik felébe akarnak lenni az országnak, én szó nélkül átköltözök a másik felébe. Mindjárt vége a műsorodnak. Egy perc. Váltsunk át optimistába. Jó, 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 valami pozitívumot. Hú, nagyon jó csajom van. Ember küzdjés bizony. Ja, ez a másik. És ne beszélj fölöslegesen, és beszélj együtt, és ne beszélj külön-külön. Ezt a politikusoknak mondtuk így most, van. Mert mi azért ugye beszéltünk. Így van. Nagyon szépen köszönöm Haraszti Miklósnak, hogy hát itt volt. Hát a vége, nagyon jó, az optimista farok a végén az nagyon jót tett, és majd mondok valamit, hogyha leteszem a telefont, mert közben olvastam valamit. Szerintem most valami vad hegedű szó, vagy ilyesmi jöjjön, amivel így véget ér a műsor.